Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Skárbáncia. 76 évvel ezelőtt járták meg a földi poklot a magyar honvédek a Donkanyarban. Hölgyválasz. Új téma és új vendégek a stúdióban. Témánk újrakezdés. Mik azok a helyzetek, amikor előről kell kezdenünk mindent? A magyar honvédek nem adták meg magukat, az utolsó csepp vérükig harcoltak a Don folyó mentén 1943. januárjának közepén. Máig számos közhiedelem él a 76 évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatban. Vajon tényleg rosszul szerelték fel magyar vezetőik a saját katonáikat? Valóban bűnös szándékkal harcoltak Oroszföldön hazánk legényei? Skárbáncia című történelmi rovatunkban történészek segítségével oszlatjuk el a hiedelmeket. január 12-e 10 óra. Hosszas harcok után a szovjet gőzhenger elsöprő erejű támadást indított a második magyar hadsereg arcvonalai ellen. Lehet, hogy ez a túlerő sok hadsereget felemésztett volna, és sokan gondolják azt is, ilyen helyzetben rengetegen inkább a futás mellett döntenek. Ez a második magyar hadsereg katonáira azonban nem volt igaz. Azokra a Sopron megyei hősökre sem, akiknek arcvonalánál tombolt először az orosz medve. Honvédeink, köztük a soproni 4. Szent László gyalogezred, szinte az utolsó emberig kitartott. Velük együtt küzdöttek a soproni 7. tábori tüzérezred katonái, de tulajdonképpen az egész akkori Magyarország katonái. Sajnos 1948 és 88 között nem lehetett emlékezni azokra a hősökre, akik aranybetűkkel írták be nevüket a magyar történelembe. Erre a lesújtó helyzetre a rendszerváltozás tett pontot. Azóta emlékezik a sebzett magyar haza azokra, akik a legdrágábbat adták szeretett otthonukért, az életüket. Azonban a hosszú évtizedes ferdítéseknek köszönhetően mindváig sok hiedelem él a köztudatban is, a történészek köreiben is, a Donkanyarnál történtekkel kapcsolatban. A történészek szerint sokan például azt sem tudják, hogy a magyar katonáknak egy a mai NATO-éhoz hasonló, szigorú, de bizonyos előnyökkel járó szerződés által megtámasztott politikai követelés miatt kellett kimenniük a frontra. 1941 késő őszén kora telén a német Wehrmacht a szovjet fronton elszenvedte az első komolyabb vereségét, és ez arra ösztönözte a német katonai és politikai vezetést, hogy sokkal nagyobb mértékben vegye igénybe a szövetségeseit. Ugye emlékezzünk vissza 1941. június végére, amikor elindul a Barbarossa hadművelet, akkor a németek kifejezetten nem számolnak magyar részvétellel. Noha magyar oldalról jelzik, hogy mi azért szeretnénk ott lenni, akkor nem számítanak erre, viszont a Moszkva alatt történtek már arra ösztökélik a németeket, hogy erről egy picit másképpen gondolkodjanak. Ennek megfelelően két delegáció is jár Budapesten 1942. januárjában, és mind a kettő magas beosztású emberek. A német vezetés azt akarta elérni, hogy az egész magyar fegyveres erő kimenjen a frontra. 1942. januárjában született meg a megállapodás, hiába volt kényszerpályán az akkori hazai politika, sikerült elérniük, hogy csak egy hadseregnek kelljen elindulnia Oroszország felé. A hiányos felszerelésekről szóló híresztelésekkel ellentétben a magyar vezetés ezeknek az alakulatoknak a lehetőségeihez mért legjobb eszközöket próbált adni. A katonák azonban rendkívül speciális helyszínre, az orosz tél fagyos markába meneteltek, amely több nagy hadsereget is megbénított a történelem folyamán. Rendkívül fontos tényező volt az orosz tél. Azok a mínusz 20 fok alatti, vagy akár 30 fok alatti hidegek, széllel párosolva, hatalmas hóviharokkal. Ehhez nem szokott a magyar katona, de ez volt a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogy zömében nem is volt meg a téli felszerelés hozzá. Ugyan készülvén már a téli védelemre 42 nyarán és őszén egy óriási nagy országos akció keretében nagyon sok téli védőholmit, védőfelszerelést juttattak ki a harctérre a katonákhoz, de a tapasztalatok és azok a harcjelentések, amelyek a hadműveletek lefolyása után keletkeztek, azt bizonyítják, hogy ezek nagyon sok esetben nem jutottak el a katonákhoz. A rejtélyes eltűnések miatt a magyar katonáknak maradt az egyszerű posztóköpeny, és esetenként a családtagok által az oly távoli otthonban kötött mellénke. Ez utóbbi nagy kincs volt a harcosok számára. A lelküket ugyanis leginkább az mozgatta meg, hogy milyen messze vannak az otthonuktól. De vajon mit jelentett valójában az a mintegy 2000 kilométer?
nem csak a tiszti, hanem a legénység által fennmaradt naplókban, visszaemlékezésekben is az tetten érhető, hogy azért harcolunk itt kedvesen, írták haza akár egy tábori levelezőlapon vagy levélben is, hogy az, amit itt tapasztalunk kint Szovjet Oroszországban, ez Magyarországon ne történhessen meg, ne következhessen be. Az az életszínvonal, különbség, amivel ott az egyszerű magyar parasztkatona találkozott, az egészen elképesztő volt a számára. Hogyha ő itthon úgy gondolta magáról, hogy cselédsorból jött, vagy szegény sorsú parasztember, hát akkor ott egészen megváltoztak a fogalmai arról, hogy mi a szegénység és az igénytelenség, miután kiértek oda az orosz hadműveleti területet. Ugyan honvédjeink mindent megpróbáltak, végül rengeteg körülmény vezetett a szovjet gőzhenger diadalmához. Az első komoly problémát az jelentette, hogy a Don melletti állások sok esetben akár 1000 kilométerre voltak a kirakóhelyektől. Ezt a távot a katonáknak gyalog kellett megtenniük, miközben gyakorta kellett megküzdeniük a partizánokkal. Ráadásul a németek mélységben nem építették ki a védendőállásokat, és a létszám tekintetében is elszámolták magukat, így a magyarok csak fátyolosan tudták kitölteni az arcvonalat. A helytállást nehezítette, hogy a németek által ígért utánpótlás nem érkezett meg, és a felváltó csapatokat is fegyver nélkül küldték. A szovjetek így tudtak elképesztő túlerővel pontot tenni a harcokra. A magyarok halált megvető bátorsággal küzdöttek, és a hősök zöme haza is tért a hőnáhított otthona melegébe, hogy elmesélhesse mindazon hőstetteket, amelyeket bajtársaival vitt véghez a hazájáért, akkor, amikor a pokol megjelent a földön. Erről a máig legendás helytállásról a hagyományőrzők országszerte megemlékeznek. A soproni csoportok számára ez különösen fontos, ugyanis a városokból és környékükről származó katonák kerültek ki legkorábban a frontra, és a szovjet csapatok az ő arcvonalukat érték el először. Ezért ők hosszú menettel és megemlékezéssel róják le tiszteletüket a hősök előtt. Idén a hagyományőrzők 23 kilométeres útra vállalkoztak, amely jeges pocsolyákkal tüzdelt sáros földutakon keresztül vezetett. Ők azonban leküzdötték a távot, épp úgy, mint a dicsőseik odakint az orosz tél fagyos markában. A Doni áttörés 76. évfordulójára emlékeztünk egy gyalogtúrával, hagyományőrző bajtársaimmal. 23 kilométer tettünk meg gyalog, Fertő Bozról Sopronkövesdre, kicsit kerülve, tehát nem egyenesen a legrövidebb úton. Majdnem érintettük Hidegség Fertőhomok településeket. A terepviszonyoknak megfelelően próbáltam az útvonalat kiválasztani, hogy a hideg időjárás miatt azért a lábakat megkímélje. Így próbálunk tisztelegni évről évre a Doni áldozatok emléke előtt ezzel a saját magunk által szervezett kis gyalogtúrával.